Április 11-én József Attila születésnapján ünnepeljük a Magyar Költészet napját. A járványhelyzet enyhülésével idén végre személyesen vehettek részt diákok szavaló versenyen. A Pécsi Tudásközpontban megrendezett eseményen általános iskolás diákokat vártak. A Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyvtára fennállása óta szinte minden évben megrendezi, minden tavasszal megrendezi ezt a versmondó versenyt. Függetlenül attól, hogy milyen időjárás van, függetlenül attól, hogy pandémia van. Az elmúlt két évben is például online versmondó versenyt hirdettünk, rengeteg jelentkező volt rá, és most nagyon örülünk neki, hogy személyesen is láthatjuk a gyerekeket. 40 alsó tagozatos általános iskolás vett részt ma a versenyen, legtöbbjüket elkísérte felkészítő tanára is. A kisdiákok koruknak és felkészültségüknek megfelelően mondhattak rövid verset, szonettet, de szavalhattak hosszabb versből egy kiemelt részletet is. Hát a cipőm hol van? Virágám ment a nagy titokban? Vagy csak bujocskázik velem? Nosza! Őt is keresetem. Baranya megyéből és Pécs városából hívtuk az érdeklődőket. A holnapi nap folyamán egyébként folytatódik a verseny. Sajnos a mai nap időkeretében nem fértek be a felső tagozatosok, úgyhogy a holnapi nap folyamán már a felső tagozatosokkal versenyzünk. A könyvtár, mint szervező, minden résztvevőnek könyvjutalmat és elismerő oklevelet adományozott. A versenyen helyezést elért szavalók pedig külön jutalomban részesültek.